Jó estét kívánok kedves nézőinknek! Ez az Oxigén Televízió esti híradója április 26-án szerdán. 3 hónapig még előzetesben marad Györkös István, nem épül meg a Párkányi hulladék égető, és vereséget szenvedett a Szeged elleni újrajátszott mérkőzésen a Tatabánya. A részletek azonnal jönnek, de előtte mutatjuk ma esti kiemelt híreinket röviden. Még mindig tart a fűtés szezon Győrben, a rendszer május 15-ig áll készenlétben. Próbe díjat kapott a Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakgimnázium, a díjat ma ünnepelték meg. Nem fogadja be a győri állatkert a megunt húsvétre vásárolt nyuszikat, a felelős állattartásra hívják fel a figyelmet. És marad a borús, szeles idő, adásunk végéig jövünk a részletes időjárás jelentéssel. Három hónapig előzetesben marad a bőnyi rendőrgyilkossággal gyanúsított Györkös István. Erről ma döntött a győri járásbíróság. Ügyvédjével fellebbeztek a határozat ellen, így az előzetes meghosszabbítása egyelőre nem jogerős. Dr. Takács Zoltán ügyvéd szerette volna elérni, hogy Védence házi őrizetbe kerüljön, de ezt a bűncselekmény tárgyi súlya, illetve a nyomozás folytatása miatt elutasította a bíróság. A gyanú szerint Györkös István október 26-án egy gépkarabéllyal agyonlőtt egy házkutatásra érkező rendőrt, az ügyben kedden helyszíni bizonyítást tartottak. Még mindig tart a fűtés szezon, május 15-éig készenlétben áll a távfűtés rendszer, egészen addig, amíg az időjárás nem teszi lehetővé a teljes leállást. Az egyre több egyedi fűtésű lakásnak köszönhetően azonban nehéz megmondani, kinél, mikor ér véget a fűtés szezon. Bár a szeszélyes áprilisban már érezhettük magunkat egy kicsit a nyárban is, fűteni a legtöbb helyen még mindig szükséges. Az egyedi fűtésű lakások és házak nagy részében még napi szinten melegen tartják a radiátorokat az ott lakók, és nincs ez másként a távhős lakásoknál sem. A távhőszolgáltató nem áll le, hogyha a fűtési időszakban a hőmérséket igényli, akkor természetesen az egyes a lakásokban a fűtést biztosítjuk. Az elmúlt hetekben volt olyan időszak, amikor napközben jó idő volt, meleg idő volt, ilyenkor természetesen napközben nem ment a távfűtés, viszont a reggeli, illetve az esti órákban újraindítottuk a fűtést. A mostani időszakot is ez jellemzi, figyeljük folyamatosan a hőmérsékletet, és ehhez igazítjuk a szolgáltatásunkat, hogyha a hőmérséklet, látjuk, hogy a hajnali órákban alacsony, illetve az esti órákban alacsony a hőmérséklet, akkor fűtünk. Az idén télen tapasztalt rendkívüli hideg sem okozott nagy problémát a távhőszolgáltatásban, mely még mindig a lakók rendelkezésére áll. Az eddigi előrejelzések szerint nagyon valószínű, hogy április végéig, május elejéig is kitart a szakaszos fűtés a társasházi lakásokban. Volt egy ugye kritikus időszak januárban, amikor nagyon lement a hőmérséklet, mínusz 15-17 fokok is voltak akár napközben is. Ebben az időszakban is jól működött a távhőszolgáltató, nem volt egyáltalán semmilyen olyan üzemzavar, ami befolyásolta volna a lakásoknak a melegét, úgyhogy azt gondoljuk, hogy jól teljesítettünk ilyen szempontból, és a befektetett energiának, illetve a folyamatos korszerűsítésnek, karbantartásnak itt volt az eredménye, hogy nem okozott semmilyen üzemzavart a rendkívüli hideg sem. A szolgáltató a fűtésszezont akkor tekintheti május 15-e előtt lezárhatónak, ha a hőmérséklet lehetővé teszi a fűtés kikapcsolását. Előre láthatólag erre május első hetében lesz lehetőség. A lakások állapotának függvényében azonban az egyéni fűtésszezon vége még egy társasházon belül is különböző lehet. Ausztria ismét meg szeretné hosszabbítani a migrációs válság miatt 2015-ben ideiglenesen visszaállított határellenőrzést, és arra számít, hogy az Európai Bizottság támogatja majd a tervet, mondta Wolfgang Szobotka osztrák belügyminiszter a Die Welt című német lap szerdai számában. Legutóbb februárban kaptak erre engedélyt, a 3 hónapos határidő azonban májusban lejár. A lap felidézte, hogy a bizottság ugyan legutóbb az ellenőrzés fenntartása mellett foglalt állást, de figyelmeztetett, hogy nem válhat tartóssá a Schengeni övezet működését akadályozó intézkedés. Visszalépett beruházási szándékától a Párkányba hulladék égető tervező HC Logisztik Társaság. A hírt a beruházást ellenző petíciós bizottság nevében
a Magyar Közösség pártjának régiófejlesztési alelnöke jelentette be. A tájékoztatása szerint a vállalat a Szlovák Köztársaság Környezetvédelmi Minisztériumához benyújtott beruházási szándékát visszavonta, ezért a minisztérium megszüntette az engedélyezési eljárást. Február közepén került nyilvánosságra, hogy egy évente 20 000 tonna autógumit és műanyag termékeket feldolgozó hulladékégetőt terveznek az egykori Párkányi papírgyár területére. A beruházás ellen Magyarországon és Szlovákiában is tiltakoztak. Közelít a nyári szünet, így egyre nagyobb az érdeklődés a nyári táborok iránt. Győrben a legnépszerűbb az építőtábor, melyre idén másfél óra alatt telt be a 100 fős keret. A legnépszerűbbek között azonban nyelvi, kézműves és sporttáborokat is találhatnak a szülők. A nyár még kicsit odébb van, főleg az időjárás tekintve. A szülők és a gyerekek azonban már jól tudják, időben kell érdeklődni a népszerű nyári táborok iránt. Idén akadt olyan foglalkozás, mely annyira közkedvelt, hogy pár órán belül már is betelt a létszám. A szülő megy dolgozni reggel, le tudja adni idézőjelbe a gyermekét nálunk, és 4 óráig vannak a táborik, de 5 óráig még tudunk felügyeletet biztosítani. Tehát hamarosan itt van a szünidő, 19-től indulnak a táborok, az egy hétfői nap. Többféle táborunk van. Hát amiről már beszéltünk, hogy ez a bizonyos építőjátszóteres tábor, ezt tudják a kedves szülők, hogy ez nagyon hamar betelik. Március 1-én van minden éven a jelentkezés. Most is sikerült másfél óra alatt megtölteni. A kézműves, sport és nyelvi táborok között sokat lehet válogatni. A szülők sokszor nyáron is a tanulást részesítenék előnyben. A gyerekek kedvence azonban egyértelműen a kreatív táborok és szakkörök. Tulajdonképpen a szülő legszívesebben nyilván nyelvtanfolyamra adná a gyermekét, de azért nagyon sokan tudják azt, hogy ezen a nyári időszakban lehet kiélni a gyereknek a hobbiát. Tehát, hogyha a gyerek nagyon szeret bütykölni vagy gyöngyöt fűzni, akkor itt van az alkalom, hogy itt aztán bele lehet ebbe merülni. Tehát én azt gondolom, hogy ezt a sok hetet megoldani nagyon nehéz a szülőknek, és mindenféle lehetőség előkerül nálunk is, de szerintem a városban is. A szülők és a gyerekek szabadidőtől és persze pénztárcától függően válogathatnak az egésznapos vagy félnapos, valamint a bentlakásos és a bejárós táborok között is bőséggel. Nagyszabású ünnepséggel emlékezett meg a győri Móra Ferenc általános iskola és szakgimnázium arról, hogy a március 15-i díszközgyűlésen a város kitüntette az intézményt a Pro Urbe Győr díjjal. Győr egyik legrangosabb elismerését még soha nem kapta meg ilyen fiatal iskola a várostól. A március 15-i díszközgyűlésen adta át Borkai Zsolt polgármester a Móra Ferenc iskolának a Pro Urbe díjat, ami Győr egyik legrangosabb kitüntetése. A díjjal a város az intézmény több évtizedes munkáját ismerte el. Nem tradicionális intézmények, iskolák kapták meg ezt a kitüntetést. A több mint 200 éves Révai iskola, a több mint 100 éves Kazinczy gimnázium, illetve a több mint 100 éves korábbi néven, több néven működő Kálvári úti, most már nádorvárosi általános iskola kapta meg ezt a kitüntetést. Azt gondolom, hogy a Móra iskola egy 44 év után letette a névjegyét, és igazán büszkék lehetnek rá, hogy ennyi idő után is Győrben egy ilyen intézmény, ilyen rangos kitüntetést tud kapni. Közösségi nevelést, illetőleg azt a nevelő munkát tudnám kiemelni, amellyel plusz értékeket nyújtunk a diákjainknak. Köszönjük ezt az elismerést! A Móra Ferenc iskola nagyszabású ünnepségen mondott köszönetet a városnak a díjért. Csengeri Mária igazgatónő elmondta, megtiszteltetés számukra a rangos kitüntetés, mivel úgy érzi, a Pro Urbéval a város azt a közösségi nevelést és színvonalas nevelőmunkát ismerte el, amivel az intézmény pedagógusai évtizedek óta plusz értékeket közvetítenek a diákok felé. Nagyon sokan vagyunk immórások, pedagógusok, dolgozók, diákok, jelenlegiek és egykoriak. Köszönjük szépen mindenkinek, aki a munkájával ehhez hozzájárult, és nem szeretném kihagyni ebből a körből a szülőket sem, akiknek csak képviselője van most jelen betennyien. Azért azt hiszem, hogy nem férnénk itt el, de azért a szülők partneri munkája nélkül a mi munkánk nem lehetne ilyen gyümölcsöző. A Pro Urbe Győr kitüntetés számunkra nagyon fontos, elismerése, visszacsatolása a munkánknak.
Az ünnepségen részt vettek a város képviselői, az iskola közel 1000-es diákserege, jelenlegi és egykori pedagógusai, vezetői is. A gyerekek színvonalas műsorral készültek, a negyedikesek például azt mutatták be, hogy hogyan változott az élet és az iskola az elmúlt évek alatt, a felsőbb évfolyamosok pedig érdekességeket osztottak meg az intézményről. Az iskola történetében az első nagy kihívást a tanulólétszám rohamos gyerekozás jelentette. 860 főről 3 év alatt 1725 főre emelkedett. Meg kellett oldanunk az elhelyezésüket. A Mórában a kezdetektől fogva nagy hangsúlyt fektettek a sportra, számos egykori diák futott be szép karriertetéren, az ünnepségen a gyerekek erre is emlékeztek, felsorakoztatták, hogy milyen sok a lehetőség itt a sportolásra. Az ünneplőknek az iskola tornászai is tartottak egy kis bemutatót, és mivel a sport mellett a Móra a hagyományápolásra is nagy hangsúlyt fektet, a fellépők sorából a néptáncosok sem maradhattak ki. A jövőre 45. születésnapját ünneplő Pro Urbe díjas intézmény ünnepségét az iskola énekkara közös énekléssel zárta. Nem fogadja be a győri állatkert a húsvétra vásárolt, mára megunt nyulakat. Erre még az ünnepek előtt felhívták az emberek figyelmét, ennek köszönhetően pedig idén még nem kereste meg senki sem ilyen kéréssel az állatkertet. Az ott dolgozók szeretnék, ha ez továbbra is így maradna, ezzel is a felelős állattartásra hívják fel a figyelmet. Nyuszik a Füles bástyában, ezek a kis állatok már régóta itt élnek, ilyenkor húsvét után azonban sokan vannak, akik megválnának az ünnepekre megvett nyusziktól, és az állatkerthez fordulnak segítségért. Idén ez még szerencsére nem fordult elő, mondta el híradónknak Gunics Zoltán, a győri állatkert körletvezetője. Kommunikációnknak köszönhetően az emberek leszoktak erről a dologról. Az idei évben nem volt még egyáltalán ilyen megkeresésünk, hogy a húsvétra megvásárolt és megunt kis nyuszikat a mi nyakunkba szerették volna varni. Ugye mi erről tájékoztatást is adtunk az emberek felé, hogy nem igazán támogatjuk az ilyenfajta gyakorlatot, és nem is szeretnénk ebben segítkezni, hogy mi befogadjuk ezeket az állatokat. Az állatkert ezzel is a felelős állattartásra hívja fel a figyelmet. Mégis egy élő állatról van szó, tehát hogyha a gyereknek megveszem azt az állatot, akkor jó, ha azt az üzenetet közvetítem felé, hogy annak az élete végéig a gondját kell viselni, és arról gondoskodni kell, etetni, ápolni, takarítani utána, nem pedig csak egy megunható és eldobható fogyasztói termékről van gyakorlatilag szó. A park ezután sem tudja befogadni a megunt kis kedvenceket, maximum takarmányként tudják átvenni a nyuszikat. Épp ezért az állatkert dolgozói felhívják az emberek figyelmét arra, hogy csak az vásároljon nyulat, aki hosszú távon is gondozza majd. Hiába tartotta jól magát, végül 24-23-as vereséget szenvedett a Tatabánya férfi kézilabda csapata a Szegedtől a decemberi óvás után újra játszott mérkőzésen. Akkor 18-18-ra végeztek a felek, amit a szegediek megóvtak, ezt pedig hosszas húzavona után el is fogadta a kézilabda szövetség. A Szeged ezzel a győzelmével óriási lépést tett az alapszakasz megnyerése felé, a Tatabánya pedig biztosan a harmadik helyen végez. Május 1-én Székesfehérváron rendezik az erős emberek számára az országos bajnokságot. A döntőbe jutásért a címvédő Hajnal Tamáson kívül mindenkinek selejtezőn kellett részt venni. A bajnok legnagyobb ellenfele várhatóan a mező szilasi Sebestyén János lesz, aki fölényesen nyerte a Nyugat-Magyarország legerősebb embere címet, de ott lesz a fináléban a Masters bajnok, a mosomagyaróvári Németh Róbert is. Szerdömölkön rendezték a Nyugat-Magyarország legerősebb embere versenyt, ahol nem csak a bajnoki címért versengtek az atléták, hiszen a győztes és további 2-4 versenyző abban is reménykedhetett, hogy bejut az OB döntőbe. A Masters bajnok Németh Róbert remek kamionhúzásával jelezte, a lenyugvó napnak is van ereje, a móvári atléta nyerte ugyanis az első versenyszámot. Most megvan, 21-56, az eddigi legjobb, Németh Róbert, Mosomagyaróvár. Pont ettől féltem a legjobban, mert 3 hete volt egy combalitto szakadásom, elég komoly voltam úgy, de sok masszázsal rendbe tudtuk hozni,
Féltem ettől a számtól. Én a harmadik, negyedik helyre számítottam. Azt, hogy a Janékat, meg a Eriket, ugye a 150 kilójával, hogy elvertem, ezzel meglepődtem. De most ennek nagyon örülök, mert ez sok pontot hozott. A folytatásban aztán elkezdődött a Sebestyén János show. A mezőszilasi atlétás sokszor csak Silverboynak becézik. Alig ha van több olyan atléta idehaz, aki több ezüstérmet szerzett volna pályafutása során. Kiegyenlített versenyzésének köszönhetően idén akár OB címet is nyerhet, bár a favorit továbbra is a Martvi Hajnal Tamás. Az egykezes nyomásban azonban az ő hátát nézte a mezőny. Nagyon örülök ennek a hétnek. Hát többet szerettem volna, mert csak ennyit futottam mára. Hát meglátjuk a pakolós, illetve a többi számot. Remélem, hogy az első hely ma az enyém lesz. A súlycipelésnél ezeket a jól megtermett lekváros bödönöket kellett felpakolni az állványra. 110-120, illetve 140 kg-osok voltak. Tavaly ez Molnár Zsoltnak sikerült a legjobban, a bölcskei versenyzőnél idén csak Sebestyén János volt gyorsabb. Idén nem nagyon sikerült, ugye a felkészülésem volt válsérülésem, vádlisérülés, úgyhogy nem nagyon tudtam erre készülni, meg a súlyokkal se úgy tudtam bánni, de végülis meg vagyok elégedve, ez elég jó. Janihoz képest mérve szerintem ez nagyon jó. A tavaly év meglepetés embere Karácsondi Erik a lengősúly cipelésnél biztosította be az OB részvételét. Számot viszont nem tudott nyerni, mert Sebestyén János ezúttal is gyorsabb volt. A tavalyi országos bajnokság bronzérmese ettől függetlenül idén is odaérhet a dobogóra. Ez a lengősúly, ez nagyon jó volt. Egyébként arra számítottam, hogy ez lesz az egyik legrosszabb, a kamion a legjobb, ez pont fordítva sült el. A pakolószám közben éreztem azt, hogy ideértem fejbe is, nem csak testbe. Akkor kapott el a versenyszellem. Új versenyszámként Celldömölkön is bemutatkozott a gumipakolás, amikor 70 kg-os abroncsokat egy 2 méternél is magasabb állványon kell átdobni 1 perc alatt, amennyiszer csak lehet. Ebben a Sárosdi Mészáros Dávid volt a legjobb, 10 ismétléssel fejezte be a gyakorlatot. Otthon van szerencsém és van ilyesmi gumim, és le tudtam gyakorolni. Mert mivel magas vagyok, próbáltam én is, hogy belül fogom, és mellkasról dobom, csak mindig túlemeltem, és magamra burítottam a gumit, és akkor sok idő elmegy, mire kimászok belőle. És ez az oldalról dobom át, ez nekem nagyon jó megy. Nyugat-Magyarország idei bajnoka Sebestyén János lett, Molnár Zsolt és Karácsondi Erik előtt. Budapest helyett Győr lesz a házigazdája a jövő évi légfegyveres Európa-bajnokságnak. A Magyar Sportlövő Szövetség keddi tájékoztatása szerint hosszas tárgyalások után dőlt el, hogy a helyszín ismét a nyugat-magyarországi város lesz, ahol a tavalyi olimpiai kvalifikációs EB is zajlott. A szövetség egyúttal azt is jelezte, hogy a 2020-as kvalifikációs EB-re is pályázik, és arról állapodott meg Borkai Zsolttal, Győr polgármesterével, hogy sikeres kandidálás esetén azt a kontinens viadalt is a város látja vendégül. Még mindig tart a fűtés szezon Győrben, a rendszer május 15-ig áll készenlétben. Próbe díjat kapott a Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakgimnázium, a díjat ma ünnepelték meg. Nem fogadja be a győri állatkert a megunt húsvétra vásárolt nyuszikat, a felelős állattartásra hívják fel a figyelmet. Tömördi Szabina már izgatottan várja, hogy megoszta velünk, melyek lesznek a legizgalmasabb programok holnap. Szia Szabina! Milyen programokat kínál térségünk a következő napokra? Szia és köszöntöm a kedves nézőket! Több szólamult Tatabányán a helyi múzeum és az Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola közös programsorozatának 5. állomásán a klasszicizmus mutatja be az irodalom, a történelem és a zenetörténet szemszögéből. Csütörtökön délután 3 órától a Tatabányai Múzeumban. Aztán talpalatnyi történetek, utazás kéz a kézben a világ körül Győrben. Egy olyan fiatal házaspár osztja meg élményeit az érdeklődőkkel, akik 2014 májusában gondoltak egyet, és nekivágtak a nagyvilágnak. Az élménybeszámoló csütörtökön 5 órától kezdődik a dr. Kovács Pál megyei könyvtár és közösségi tér klub helységében. Aztán kultúra Moson-Magyaróváron ezúttal Ocskai ismeretterjesztő előadását lehet meghallgatni a közlekedés, a járművek és a technika témájában. A kultúra csütörtökön délután 6 órakor kezdődik a Flash központban. Most pedig nézzük, hogy milyen időjárásra számíthatunk a következő napokban.
Változón felhős, esős lesz a csütörtök az előrejelzések szerint Magyarország északnyugati felében. Csütörtökön reggel 8 és 10 fok környékén ingadoznak majd a hőmérők a prognózisok alapján. Csütörtök délutánra is marad a borult, esős idő, a maximum hőmérséklet 11 fok körül alakul. Csütörtök estére is mondanak csapadékot, 9-10 fokot mérhetünk majd a nap végén. A folytatásban is lesz egy kis eső, azonban napsütésre is számítani kell, ez többnyire a hétvégén fordul majd elő az előrejelzések szerint Magyarország északnyugati felében. A péntek még felhős, borult és csapadékos lesz, a nappali minimum 7, a maximum pedig 14 fok körül alakul. Szombatra már mondanak némi napsütés, csapadékra kisebb lesz az esély, reggel és este 6 nap közben pedig 13 fok várható. Vasárnap is várható némi csapadék, a nappali minimum 7, a maximum pedig 10 fok körül alakul. Kedves nézőink, Önök az Oxigén televízió műsorát látták április 26-án szerdán. Friss híradóval holnap este várjuk Önöket újra a képernyők elé. Győr-Moson, Sopron és Komárom-Esztergom megye friss híreivel majd 7 órától jövünk. Ha tehetik, tartsanak velünk akkor is, addig pedig munkatársam nevében is köszönöm kitartó figyelmüket, jó éjszakát kívánok! Thank you.